Nem csak hosszú távú célra, életvitelszerű használatra adható ki ingatlan. A nyári időszakban a nyaralók bérbeadása is népszerű. Azonban azokra is vonatkoznak adózási szabályok, akik ezzel foglalkoznak. Hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy az SZIA törvény szerint fizető vendéglátó tevékenységet folytatónak tekintik azt a magánszemélyt, aki egy személynek 90 napot meg nem haladó időtartamra adja bérbe ingatlanát. Először a jegyzőhöz kell bejelentkeznie, itt nyilvántartásba veszik, besorolják a szálláshely adás mint tevékenység típusát, és hogyha ez megtörtént, akkor mivel gazdasági tevékenységről van szó, az adóhivatalhoz is be kell jelentkezni, és adószámot kell kérni. Kétféle adózási mód közül választhatnak az érintettek. Választhatják a tételes általányadózást, ennek azonban szigorú feltételei vannak, vagy választható olyan adózási mód, amelyet az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint állapítanak meg. Fontos még arra is odafigyelni, hogy számlát, illetve nyugtát is ki kell állítania a szállásadónak. Hogyha a vendég kéri, akkor számlát ki kell bocsátani, hogyha nem kéri, akkor az ellenérték átadásánál a nyugtát mindenképpen ki kell adni, és a falusi szálláshely adók kivételével ezt a nyugtát pénztárgéppel kell kiadni a vendég számára. Ezek mellett egy másik kötelezettségre is figyelemmel kell lenni, tette hozzá Barlai Krisztina. A turizmus fejlesztési hozzájárulást ugyanis minden ilyen szálláshely szolgáltatónak meg kell fizetnie. Ez akkor is fennáll, ha a magánszemély alanyi adómentességet választott. Mint minden más esetben, úgy ebben a témában is nyújt segítséget az adóhivatal telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.